Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek december 7-ére. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, csupán akkor, ha látom a napi horoszkópban, történik valami fontos, ezt szeretném közölni veletek. A videók egy nappal előtte jelennek meg, így fel tudtok készülni a következő napra, tudjátok, hogy mi várható. Mindez az indiai asztrológia szerint, az indiai számítás szerint, ami egy nagyon precíz számítás, tehát megbízhattok benne. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold 7-én a Hasta holdházban van, ami lefordítva kezet jelent, cselekvéseket. Tehát ezen a napon lesznek cselekvések, bizonyos dolgok történnek, ami előre viszi majd az eseményeket. A hold egy kapcsolatban áll egy visszafele haladó Jupiter bolygóval. Ez a kapcsolat kivált bizonytalanságokat. Jupiter bolygónál vannak lehetőségek, de mivel ez kihat az érzelmekre és bizonytalanságokat vált ki belőlünk, akkor úgy állunk a helyzethez, hogy nem tudjuk, hogy elfogadjuk-e ezt a lehetőséget, igen vagy sem, ez jó vagy rossz. Ez lehet egy téma ezen a napon. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat, mivel visszafele halad, itt a múltról is szó van, vannak emlékek, vagy egy bizonyos helyzet a múltból, amikor úgy éltük ezt át, hogy ez igazságtalan volt számunkra. De nem tudjuk ebben a kapcsolatban, a Hold és Jupiter kapcsolatában, hogy hogy kellene ezeket a dolgokat rendezni. Hagyjuk, engedjük ezt el, vagy jó lenne, hogyha ezek a témák újra előjönnének, mert ezeket meg kellene beszélni. Holott Merkur bolygó nagyon jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval, és a lehetőség megvan ezeket a dolgokat tisztázni, hiszen Merkur bolygónál cselekvésekről és kommunikációról van szó, és Merkur bolygó jól viszonyul Jupiter bolygóhoz. Tehát ez lehet egy komoly beszélgetés, ahol ezeket a dolgokat, ami igazságtalan volt a múltban, lehet tisztázni. A hold viszont bizonytalan. A hold kihat az érzelmeinkre. Amikor mi saját magunk bizonytalanok vagyunk, hogy megemlítsük-e ezeket a témákat, hiszen nem akarunk senkit megbántani. Pedig a lehetőség most megvan arra, hogy ezeket a dolgokat rendezzük. Jupiter bolygó nem csak erre a helyzetre utalhat, hanem egy bírósági ügyre is, ahol most vannak cselekvések, lesz kommunikáció, ami jól alakul, de mégis olyan kellemetlenül hat ki az érzelmeinkre, vagy kivált mégiscsak bizonytalanságokat. Mars bolygó egy nagyon jó kapcsolatban van a holddal, és Mars bolygó az jelentheti az életerőnket, és most megvan a lehetőség arra, hogy bebizonyítsuk magunkat. Mars bolygó nagyon erős, hiszen a Szkorpión jegyében van, ahol otthon érzi magát. Tehát megvan most az életerő. Mars bolygó az jelentheti a férfiakat is, mivel egy jó kapcsolatban áll a holddal,
A férfiak most nyitottak érzelmekről beszélni, sőt, nyitottak szexuális témákról is beszélni, mert Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, és a Szkorpión jegye az jelenti a szexuális témákat is. De hogyan viszonyulunk mi hölgyek mindenhez? Ha elfogadjuk ezt a közeledést, akkor az jó hatással van ki ránk, az érzelmeinkre is, előre mennek a dolgok, minden rendeződik. Viszont ha hibázunk, ha mi hölgyek kritikusak vagyunk ezzel a férfivel szemben, ez lenne egy hiba, mert ebben az esetben a férfiak visszahúzódnak. December 7-én Neptun bolygó megáll egy pillanatra, megváltoztatja az irányát, előre halad. Itt a halak jegyéről van szó, ahol Neptun bolygó uralkodik, kiváltja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ha a 7-én mi is megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk azon, mi ez az álom, mi ez az elképzelés, milyen terveink vannak, és kicsit fellélegezünk, erősítjük a hitünket, hogy ez az álom megvalósul, akkor a következő napokban minden előre halad, és tényleg így alakulnak a dolgok, hogy egy álom megvalósul, ha hiszünk ebben. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!